citeraszú hangja töltötte be a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház terét Mátészalkán az Aszakör kiállításának megnyitóján. A Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott program 2019-ben a pandémia időszak alatt indult útnak, ápolva ezzel a közösséget, a kultúrát és a hagyományokat. Ekkor a képzőművészet mesterei mutatták be videós formában a hímzés, csipkeverés, makramé és gyöngyfűzés alapjait. Amikor nyitottak a közösségi színterek, elindították a szakkört jelenléti formában is, melyet továbbra is nagy érdeklődés övez. Május elején megnyílt az új felület, amelyre már szintén lehet jelentkezni, tudnak jelentkezni a következő évi szakkörökre a közösségek, közművelődési intézmények, és hát nagyon-nagyon-nagyon sikeresek, úgyhogy valóban már most így az első napokban elmondhatjuk azt, hogy nagyon-nagyon sok a jelentkezés. Éppen Mátészalkának nagyon nagy szerencséje volt, mert tavaly első alkalommal indult a Natúrkozmetika szakkör, és az nagyon-nagyon-nagyon hamar betelt, és pont Mátészalkának szerencséje volt, hogy ők még tudták, és megkapták, elsők közt jelentkeztek erre, úgyhogy lesz folytatás, és hát bízunk benne, hogy ugyanolyan sikeres lesz Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, hiszen az idei évben az egész országban nálunk indult a legtöbb szakkör, 176 szakkörünk van a megyében, azért azt gondolom, hogy 229 településről 176 szakkör, ez nagyon-nagyon szép és jó dolog. Vékony névirág tünde a népi bútorfestés szakkört választotta. A kurzuson egészen az alapoktól indultak, mint az ecsetkezelés, a festékek keverése és a vonalak húzása. Ezek kb. 3 órás időt vettek igénybe, betűket írtunk, számokat írtunk, aztán kezdtük, nagyobb darabokkal kezdtük, templomkazettákat, karszatkazettákat festettünk különböző tájegységeknek a motivumaival, például kórósi, vizesréti, sói, kiétei, templomokhoz kötődő kazettákat, aztán ugye bútorfestés, aztán festettünk tükröt, kis ládikát, kulcstartót, ajtókopogtatót. Aztán volt olyan lehetőség is az utolsó foglalkozáson, hogy kedvünkre alkothattunk, és akkor kinek mi volt otthon. Én például tálcát és falválfát festettem. 8 hónap, 5 csoport, 25 ember, közel 500 alkotás. A szemet lelket gyönyörködtető alkotások mellett a közösséget is ünnepelték a kiállítás megnyitóján. Az Aszakör program nem ismer országhatárokat, hiszen ingyenes online anyagaikat az egész Kárpát-medencében és a távolabbi diaszpórákban is elérik a magyar közösségek. A kiállítás május 30-ig tekinthető meg.